óra, ami az ÁNK elnök helyettese, tehát mai első vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk, és itt van velünk a mondinel.hu főszerkesztő helyettese Kacsó Dániel. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, Dániel! Az első kérdés. Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Mielőtt a WHO-ra rákérdeznék, csak egy tisztázó kérdés. Van egy másik javaslata is a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy Izraelből a magyar katonákat hozza az a magyar kormány. Erről volt egy tájékoztató, és Novák előtt tartotta, és ott az állásfoglalása, párt állásfoglalásából is idézett, miszerint el kell ítélni a terrorizmust, és el kell ítélni fegyvertelen civilek lemészárlását, csak hogy nehezíti a helyzet megítélését, hogy ilyen mindkét fél részéről előfordult az elmúlt időben. Azt kérdezném én, hogy valóban a Mi Hazánk egy serpenyőbe teszi, vagy hasonló serpenyőbe teszi olyan akciókat, amelyek tudatosan civilek ellen irányulnak, és azt büszkén vállalják, lásd Hamas október 7-i gyalázatos terrorcselekménye, illetőleg az izraeli hadsereg gázai akciói, ahol egy terrorszervezetet próbál felszámolni, kétségtelenül, hogy a helyzet bonyolult, és ott is halhatnak meg civilek. Tehát hogy lehet ezt a két igen erősen eltérő motivációjú álláspontot közösen együtt elítélni? De a végeredmény szempontjából, a halott civilek szempontjából nem nagyon lehet sajnos különbséget tenni, és én nem gondolom azt, hogy Izrael, amikor megindította ezt a támadást a Hamas ellen, illetve a gázai övezet ellen, akkor nem számoltak azzal, hogy ennek civil áldozatai lesznek, mert nyilvánvaló volt, én úgy gondolom, hogy mindenki számára civil áldozatok is lesznek, és ezt igen, mind a két fél részéről elítéljük, nem lehet úgy terrorszervezetet felszámolni, nem megengedhető, annak úgymond járulékos veszteségeként civilek is meghalnak, ez nem elfogadható. Bocsáss meg, hogy gondolja, hogy oda kéne menni és kicsalogatni őket, hogy gyertek már ki, szeretnénk lecsukni benneteket, mármint a Hamas terroristát, hogy milyen módon lehetne őket ismert fegyverkezett, felfegyverzett állapotukban rábírni arra, hogy az igazságszolgáltatásnak rendelkezésre álljon. Illetve még ehhez hozzátenném, hogy az izraeli hatóságok azért tettek erőfeszítéseket, tájékoztató kampányokat és egyéb lépéseket, hogy a civileket a konfliktus zónából eltereljék vagy elvigyék, tehát ezzel ők foglalkoznak, még a másik fél tudatosan a civilek meggyilkolását, legalábbis a Hamas célozza. Tehát hogy nekem még mindig nem fér össze a kettő, a motiváció biztosan nagyon különböző. Szerintem ez csak kommunikációs különbség, tehát Izrael tudta azt, hogy civilek is meg fognak halni ebben az offenzívában, és persze, hogy ők előzetesen igyekeznek saját magukat jobb színben feltüntetni e tekintetben, hogy felszólítják a civileket, hogy menjenek el arról a területről, de az elfogadhatatlan, hogy tudatosan olyan akciót hajtottak végre, amelynek civil áldozatai is lettek. Szerintem erre senkit nem lehet feljogosítani, semmi nem jogosít fel senkit arra, hogy ártatlan embereket gyilkoljon. És én meg azt sajnálom, hogy itt nem azonos serpenyővel mérünk, mert itt olyan emberekről van szó, akik nem voltak nyilvánvalóan sem a Hamasznak tagja, és sem nyilván más minden ember ért kár, de most tényleg mit gondol, milyen más módszerrel lehetne? Titkos szolgálat egy államnak a működését erre kellene fenntartani. Hát ez egy évtizedek óta tartó konfliktus, nem mindig fegyveres nyilván, de hát Izrael államnak erre jobban kellett volna a saját erőforrásait mozgósítani békeidőben. Hogy ez megelőzés szempontjából van, fontos lenne. De most mit kéne tenni, ez a több század, több ezer terroristával, akik emberek százait gyilkolták le? Csak az nem lesz megoldás, hogy most ismételten több ezer civilt megölnek, rengeteg ember elveszíti a családtagjait, mind a két oldalon egyébként, tehát én nem szeretnék ebből a szempontból különbséget tenni, mert ezzel csak újra termelik a problémát, tehát az ENSZ-nek, vagy különböző szervezeteknek, nemzetközi szervezeteknek, akár más államoknak a közvetítésével valami fajta tárgyalásokba kellene bocsátkozniuk, hiszen ez egy hosszú távú probléma, tehát a gázai övezetben 2-3 millió ember él, mindegyiket nem fogják tudni megölni, ők vélhetően jelentős részük ezután a fegyveres konfliktus után is ott fog maradni, tehát a mi álláspontunk szerint az ENSZ által is szorgalmazott két állami megoldás lenne az, ami leginkább talán a békéhez közelebb visz, de azt hangsúlyoznám, hogy hosszú távon, mivel most ismételten olyan személyes veszteségeket szenvednek el nagyon sokan, amik miatt hajlamosak lesznek a radikalizálódásra. Tehát ha valakinek egy ilyen háború akár izraeli oldalon, akár a palesztin oldalon megölik a családját, gyermekeit, elveszíti az otthonát, az
pszichológiai logikából következően a későbbiekben sokkal nagyobb eséllyel lesz terrorista, hiszen mindenét elvesztette, nincs már vesztenivalója, nincsen perspektívája az életének, tehát ezeket az élethelyzeteket kellene megelőzni, és hogyha olyan katonai akciókat hajt végre Izrael, amely ezeket nem megelőzi, hanem még elő is teremti ezeket a helyzeteket, akkor hosszú távon nem valószínű, hogy itt békés megoldás. Akkor, amikor a mi hazánk azt szorgalmazza, hogy az ott szolgáló katonákat hívják haza Magyarországra, akkor valójában mi a céljuk ezzel? Az ő életüket féltik a leginkább, és úgy gondolják, hogy nincsen helye magyar katonáknak ezen a fronton, vagy sokkal inkább egy nagyobb volumenben gondolkoznak, és attól kell, hogy féljenek, hogy abban az esetben, hogyha összefüggés van a között, hogy mely országok biztosítottak mondjuk katonai védelmet Izrael számára, akkor ők ilyen módon bevonódhatnak ebbe a háborúba, vagy akár visszajövünk Európa területére, és a schengeni határt is kell lefélteni, amiben ugye Magyarország elég szorosan érintett. Mindegyik motiváció fennáll, ugye a kormány kommunikációjában gyakran halljuk Ukrajna és Oroszország viszonylatában, hogy ez nem a mi háborunk, nem szállítunk fegyvereket, nem adunk katonákat, stb. Ezt még konzekvensen számon kérjük a kormányon, hogy akkor az izraeli-palesztin konfliktusban mi keresni valója van magyar katonáknak, magyar fegyvereknek, ez tényleg nem a mi, ez sem a mi háborunk, tehát a következetesség azt mondatja, hogy ha nem veszünk részt az ukrán-orosz háborúban, szerintünk helyes, akkor Izrael és Palesztina fegyveres konfliktusában sem. Magyar emberek, magyar katonák életét áldozni egy ilyen háborúban úgy gondolom, hogy felelőtlenség a kormány részéről, bár ne történjen ilyen. Igen. Éppen október 23-a után érdekes felvetés ez, amikor azt kértük számon, idén 56-ban, hogy a nyugati országok nem segítettek Magyarországon, mert hogy az sem az ő háborúk, nem az ő konfliktusuk volt. Ön szerint akkor ez így rendben volt, és akkor ezentúl nekünk is mindenféle nemzetközi kötelezettségtől mentesen vagy függetlenül tétlenül kell szemlélnünk, hogy mi történik a világban, és aztán mi is persze erre számíthatunk, mert magunkra maradunk egy esetleges ilyen konfliktusban. A nyugati országok, illetve most nekünk mind Ukrajna és Oroszország viszonylatában, mind az izraeli konfliktus viszonylatában azt kell mérlegelnünk, hogy világháborúvá szélesedhet ez a konfliktus, és ezt meg kell előznünk, én úgy gondolom. És hogyha a Nyugat-Európa mondjuk 56-ban azt az álláspontot képviselte volna, hogy a Szovjetunió és Magyarország üljön tárgyalási pozícióban asztalhoz, és egyezzünk meg egy szuverén államként elismerve Magyarországot, akkor az egy olyan álláspont lehetett volna, ami elfogadható, hiszen hogyha nemzetközi szervezetekben kiáll a Nyugat, akár bármelyik államnak a szuverenitása mellett és tárgyalásos úton törekszenek a megegyezésre, én úgy gondolom, hogy most is ez lenne az út, tehát a forradalmárok nyilvánvalóan hősök, akik az életüket adták Magyarországért. Ilyen értelemben akkor is jobb lett volna, ennek ellenére jobb lett volna, ha ezek az emberek nem halnak meg, hanem kell százezreknek elmenekülniük akkor a saját hazájukból, és most is az lenne a jó, hogyha tárgyalásos, békés úton sikerülne ezeket a konfliktusokat megoldani. Alig, hanem abban az izraeli megítélésben nem fogunk egyet érteni, de akkor egy másik téma, lengyel vendége volt a mi hazánknak október 23-án. Mit szól a mi hazánk a lengyel választási eredményhez? Már amennyiben van erről véleménye a pártnak? Hát, jobb-e ez Magyarországnak, mint az előző kormány? Valószínűleg nem jobb, de alapvetően amikor a lengyel választásoknak az eredményét nézzük, akkor inkább a lengyel emberek érdekeit próbáljuk figyelembe venni, és nagyon hasonló kihívásokkal küzd Lengyelország, mint Magyarország. Erről is beszéltem tegnap az országházban, is vendégül láttam ezt a lengyel parlamenti képviselőt, Román Fritzet, és ugyanazok a problémák, amelyekkel mi is szembe kell, hogy nézzünk, a család értékének a védelme, a nemzet értékének a védelme, a globalizmussal szembeni harc, hogy egyáltalán meg tudjanak maradni ezek az államok szuverénként. Ezekben sajnos a vélhetően most megalakuló új lengyel kormány sokkal is inkább globalista álláspontot képvisel, mint az előző lengyel kormány. De a mi hazánk testvérpártja, ha úgy tetszik, a konfederácia, ők ellenzékben voltak eddig is, ugye, és ellenzékben is fognak maradni. Hogy látja, hogy milyen út vezet Magyarország számára az Európai Unió ban vagy felé, ugye itt most éppen a közeledés vagy a távolodás is kérdéskör, és ebben hogyan fog tudni a mi hazánk szerepet vállalni, ugye egyre közelebb van hozzánk 2024, amikor lesznek önkormányzati és Európa parlamenti választások is, ugye jelenleg a mi hazánk 3 polgármestert ad az országnak,
viszont egyetlen egy európai parlamenti képviselőt sem. Terveik szerint ez 2024-ben kéne, hogy változzon, és ha igen, akkor azt milyen módon képzelik el? Nagyon fontos azt leszögezni mindegyik választás kapcsán, hogy a Mi Hazánk önállóan indul mindegyik választáson, tehát semmelyik baloldali párttal, sem a Fidesszel, helyben sem fogunk semmilyen politikai együttműködést vagy szövetséget kötni, és az európai parlamenti választáson is önálló listával indulunk. Jelenleg ugye azért nincsen képviselőnk az európai parlamentben, mert a Mi Hazánk alakulása után mindössze 9 hónappal volt az előző választás, és akkor még nem volt egy országosan kiépített szervezetrendszerünk. Ez nyilvánvalóan most már megvan parlamenti frakcióval rendelkező pártként, tehát bízunk benne, hogy a választók bizalmából európai parlamenti képviselőnk is lesz a jövő év nyarától kezdve. Kik szeretnének ott látni? Ebben egyébként még nincs döntés arról, hogy kik lesznek, vagy ki lesz a listavezető. Ebben egyébként az összes politikai elemzőintézet, illetve az összes mérés egyhangulag azt mutatja, hogy erre azért reális esélyünk van, sőt, az sem kizárt, hogy több képviselőt is tudunk juttatni az európai parlamentbe. Akkor viszont nincs késő, mert azért több ellenzéki párt is elkezdte már csöpögtetni a programját, a neveket, hogy kiket szeretnének majd indítani. 2024 viszonylag közel van, és azt mondják, hogy egy kampányidőszaknak azért nem a cél egyenesben kéne elkezdődni, hanem már sokkal előbb. Június 9-én lesz a választás, tehát még bőven van időnk. Az soknak számít, igen? Igen, több mint fél év van hátra. Egyébként a szervezeti felkészülést azt már elkezdtük, főleg az önkormányzati választás és az azon való indulás igényel sokkal nagyobb logisztikát, sokkal bonyolultabb felkészülést, és ezek a képzések már folynak, és a közeljövőben elkezdjük bejelenteni a polgármester jelöltjeinket is, a nagyvárosokban és budapesti kerületekben is. Ezeknek a döntő része már egyébként megvan, és csak formalitás, hogy bejelentsük őket a nyilvánosságra. A választások még fél év múlva lesznek, viszont itt egészen a nyakunkon van egész közel a újabb pandémia, illetve hát a Covid újra támad. Ezzel kapcsolatosan milyen megfontolásból alapította meg ezt a tanácsot, vagy nyilatkoztatta ki, vagy kezdte el ezt a Stop WHO mozgalmat, amikor a lényege valahogy, ha jól értem, az, hogy az Európai Uniós, vagy akár a világ összefogás, vagy közösen rendezett, szervezett pandémia elleni küzdelmet kérdőjelezik meg. Nagyon fontos ez a téma, hiszen az életünket alapvetően befolyásoló terveket készül elfogadni a WHO. Az úgynevezett pandémia szerződés és hozzá kapcsolódó két dokumentum gyakorlatilag teljesen megszüntetné a tekintetben a nemzetállamoknak a szuverenitását. Tehát, hogyha ezeket elfogadják az ENSZ-nek, ugye a WHO testületében, akkor a WHO főigazgatója, illetve ez a testület gyakorlatilag felhatalmazást kap arra, hogy akár nemzetállami szabályozásokat is felülbíráljon a pandémia esetén, tehát ők rendkívül ködös és pontatlan megfogalmazás alapján nyilváníthatnák ki azt, hogy világjárvány van, és egy ilyen esetben akár nemzetállami erőforrások felett is rendelkezhetnének, illetve magyarországi jogszabályokat írhatnának felül, ami teljes mértékben elfogadhatatlan. Láttuk a Covid esetén, hogy az Európai Bizottság semmiféle tudományos bizonyíték alapján, nem tudományos bizonyítékok alapján, hanem korrupt módon, ugye SMS-ben letárgyalva vásárolt meg több millió adag vakcinát, tehát ez egészen elképesztő, és felelősségre vonás az azóta sem történt az Európai Bizottság vezetőivel szemben emiatt, tehát azt tapasztaltuk sajnos a Covid idején is, hogy rengeteg olyan korlátozás volt, aminek nem volt értelme, korrupció gyanúja, illetve hát bizonyossága merül fel, hogy valójában a Big Pharmának az érdekeit szolgálták ki ezekkel a vakcinabeszerzésekkel, és ez az, ami miatt mi azt mondjuk, hogy ezeknek a döntéseknek Magyarországnak a kezében, illetve minden nemzetállamnak a kezében kell, hogy maradjanak. Van egy javaslata egy pártnak, hogy valamilyen politikai erőnek amellé minél nagyobb összefogást próbál általában kovácsolni, hogyan teszi ezt a Mi Hazánk? Egyeztettek esetleg kormányzati szereplőkkel, állami szakmai vezetőkkel, vagy a többi ellenzéki párttal, hogy ebben az ügyben legyen valami közös mondás, vagy egyetértés, vagy bármi? Igyekeztem többször is az országházban a kormány képviselőit kérdezni erről. A külügyminisztériumtól azt a választ kaptam, hogy én Gyurcsány Ista vagyok, ami elég erőteljesen
teljes abszurditás, holott tárgyszerűen felsoroltam, hogy mik a problémák ezzel a szerződéssel, és amikor lehetőség volt, akkor Orbán Viktor miniszterelnököt is személyesen szembesítettem ezzel, aki pedig a válaszában egyetlen egy szót sem szólt erről. Nyilvánvalóan nekik rendkívül kellemetlen ez a kérdés, hiszen Szijjártó Péter külügyminiszter többször a barátjának nevezte Tedros Ghebreyesust, aki a WHO-nak a főigazgatója, aki egyébként egy marxista terrorszervezetnek volt a harmadik embere Etiópiában, ami önmagában elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ember lehet a WHO-nak a főigazgatója, nemzetközi bíróság elé is kell állnia. Például népirtásra gyanúsítják, hogy az etióp konfliktusban ilyen szervezkedésben vett részt, tehát önmagában megdöbbentő, hogy ez megtörténhet a világban, és a Fidesz a WHO kényekedve szerint alakította a Covid politikáját is, és többször most is Szijjártó Péter kinyilatkoztatta, hogy mindent a WHO utasításai alapján fognak tenni. Tehát megértem, hogyha a kormánynak ez rendkívül kellemetlen, de mi a magyar nemzet szuverenitása és a magyar emberek szabadságának az oldalán állunk. Egyébként örültem neki, hogy voltak olyan Fideszhez köthető véleményvezérek, akik egy-egy publicisztikában nekünk adtak igazat, és ezek meg is jelenhettek a kormánypárti sajtóban furcsa módon, tehát azért látható, hogy ez nem csak egyetlen párt által fontosnak tartott érdemi probléma, hanem más közéleti szereplők is fontosnak tartották, hogy megszólaljanak. Turudóra, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen, és köszönjük Kacsó Dánielnek is. Thank you.